Szeretném felkérni Boros Ferencet, aki könyvtermozi szolgáltatás Vas megyében címmel tart nekünk előadást. Kedves kollégák, én is köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Könyvtermozi szolgáltatás Vas megyében, ilyen címmel szeretnék előadást tartani. Film, élmény és közösség, illetve még hozzátettem azt, hogy tehetséggondozás, mivel nálunk Szombathelyen, illetve Vas megyében talán ez az egyik ilyen kiemelkedő dolog a könyvtermozival kapcsolatban. 2015-ben, amikor az Informatikai Könyvtári Szövetség és a Kecskemét film kezdeményezésére elindult a könyvtármazi szolgáltatás, több célt is kitűztek. Ezek mellett a célok mellett szeretném bemutatni a könyvtári szolgáltatásunkat, a kezdetek könyvtármazi szolgáltatásunkat, a kezdetektől egészen a napjainkig. Az egyik legfontosabb cél a magyar filmkultúra értékeinek bemutatása, a közösségteremtés, az élmények közös feldolgozása, a könyvtármozi látogatók az egyben könyvtári olvasók is legyenek, illetve amit én így még kiemeltem mindenképp, az egyik az a képességfejlesztés, a másik a tudásáttalás, illetve a tehetséggondozás, amire nagy figyelmet teszünk mi is. 2016-ban egyetlen egy településen volt megyénkben vetítés, méghozzá Kemenes Mihály Pánok a 38 fővel. 2017-ben indult el tulajdonképpen úgy a könyvtermozi szolgáltatás nálunk Vas megyében, hogy én akkor csatlakoztam még nem a könyvtermozihoz, hanem ez a filmtörténeti előadás sorozathoz, hiszen a KSZR-es kollégák megkértek arra, hogy 4 filmtörténeti csomópontot emeljek ki a filmtörténetből, és filmtörténeti előadásokat tartsak kollégákkal, 9 településem. És tulajdonképpen így egy ilyen több részes filmvetítési sorozat valósult meg. Ez a 4 csomópont pedig, az első alkalom az a magyar hangos film első évtizede volt, aztán a magyar filmművészet kezdeti korszaka, és a másik kettőt is mindjárt mondom, a magyar animáció első aranykora és az irodalom és a film kapcsolata. Tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy egy ilyen 60-70 perces előadást tartottunk a kistelepülési könyvtármozi településeken, és ezeket a filmtörténeti időszakokat emeltük ki, és egyrészt kultikus filmeket, rendezősportrékat, színészportrékat, illetve érdekességeket mutattunk be ezekből az időszakokból. Nagyon jól mentek ezek a filmtörténeti előadássorozatok, és utána pedig lehetett mindig választani egy filmet az adott korszakból. Itt a másik kettő, amit kiemeltem, ugye a magyar animáció első aranykora, illetve az irodalom és a film kapcsolata. Voltak olyan előadások, amelyek gyerekeknek szóltak, és voltak olyanok, ami persze meg a felnőtteknek. 2018-ban maradtak ezek a filmtörténeti előadás sorozat, továbbra is megmaradt. Itt folytatódtak ezek az előadások. Egy kicsit kiemeltük már a további korszakokat is, a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek magyar filmjeit, illetve azt a korszakot. Tematikus előadásokat hoztunk létre, zenés filmek, ifjúsági filmek, generációs filmek, dokumentumfilmek, illetve hát rendezői, illetve színészi életutakat is bemutattunk. És hát ekkor ebben az időszakban indult el a roma kultúrát bemutató cigánymesék vetítés sorozat is. Itt a cigánymesék füzeteket talán az egyik települést, akit ki szeretnék emelni, és aki talán a legjobban használta erre a vetítés sorozat alkalmával, az Pinka Mincent volt. 2018-ban egy egész tábort tulajdonképpen a cigánymesékre húztak fel, ami azt jelenti, hogy különböző dramatikus eszközökkel, képzőművészet terén, illetve más művészeti ág területén dolgozták fel ezt a 3 cigánymesét. A nap és a hold történet, itt a cigányasszony meg az ördög, illetve a káló a cigány legényt. Amiben Vas megye szerintem úgy érzem, hogy erős, az a következő dolog, amire kicsit majd későbbiekben ki fogok térni. 2019-ben az egyik legkisebb településünkön, majdnem az egyik legkisebb településünkön, Górba, amilyen 200-250 fős település, ott tulajdonképpen azt vettük észre, hogy ezeken a filmtörténeti előadásokon, illetve a könyvtármozis vetítéseken a 10 éves fiataloktól egészen a nyugdíjas korosztályig nagyon sokan részt vettek. Hiába volt ez animációs vetítés, hiába volt mondjuk kultuszfilm vetítés, vagy
filmtörténeti alkotás. Ugyanúgy ott ültek a fiatalok és az idősek ezeken a filmvetítéseken, és a fiatalok úgy döntöttek, hogy ők nem csak nézni szeretnék ezeket az alkotásokat, hanem ők saját maguk is szeretnék megfogalmazni a véleményüket, gondolataikat, méghozzá egy kisfilm keretében. Úgyhogy 2019-ben elkészült a Fekete című kisfilm. Ez is köthető már valamilyen szinten a könyvtári szolgáltatásokhoz, hiszen tulajdonképpen itt akár egy irodalmi szövegnek, vagy egy szövegnek a feldolgozásáról volt szó. 2020-ban a pandémia ideje alatt kerültem én tulajdonképpen a Vas megyei könyvtármozi koordinátori szerepkörbe. Ekkor elsődleges feladatom az volt, hogy azt a 10-12 települést, aki oda tartozott a KSR-be és könyvtármozis település volt, ővelük felvegyenem a kapcsolatot és megnézem tényleg, hogy hogyan működnek ezek a települések, milyen problémák vannak, milyen lehetőségek vannak, milyen gyengeségek vannak, milyen erősségek vannak, illetve hát milyen veszélyek is vannak az adott településeken. Ezeket én próbáltam így összegezni, és nagyon sok településen azt kaptam visszajelzésnek, hogy nagyon jó lenne egy ilyen tematikus ajánlót elkészíteni, vagy valami hasonlót, hiszen sokszor olyan problémával küzdködnek a kollégák, a kistelepülési kollégák, hogy egy adott rendezvény során, legyen ez egy magyar filmnapja, vagy bármilyen világnap, nemzeti ünnep, milyen filmeket lehetne vetíteni, és sokszor jött a telefon. Úgyhogy ekkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy egy ilyen tematikus ajánlót elkészítek. Ez különböző témákhoz köthető filmajánló volt, ami tényleg a könyvtármozikat működtető könyvtára, a könyvtáros fok, vagy éppen a pedagógusok munkáját segítette. És itt ezt a Berzsényi Dániel könyvtár, ezt a kiadványt kiadta 2020-ba. 2021-ben az a megtiszteltetésért, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a kiadványt teljes mértékben átvette és országos terjesztésre is elindította. Úgyhogy szerintem nagyon sokatoknál már ez megtalálható, ez a kiadvány. Én arra biztatlak titeket, hogy, és önöket, hogy tényleg használjátok, hiszen nálunk is a kistelepülési könyvtárosok azóta is forgatják, akár a felkészítés, akár a felkészülés során, akár ha csak egy bármilyen információt ki szeretnének venni egy adott filmről. Úgyhogy tényleg a témákat, témák alapján is vannak benne ajánlók, akár zenés filmek, focis filmek, dokumentumfilmek, roma kultúra világnapjára is van ajánló, úgyhogy bátran forgassátok. 2021-ben, ugye, ahogy amikor felmértem a lehetőségeket és a gyengeségeket, az egyik legnagyobb probléma sokszor az volt, hogy vannak olyan könyvtármozis települések, akik szeretnének könyvtármozit indítani, de sajnos a technikai feltételek nem tudnak teljesülni. Úgyhogy jött az a lehetőség, hogy vetítővásznakat, laptopokat, illetve projektorokat tudtunk vásárolni, és ezekbe a kis településekbe ezeket eljutattuk, úgyhogy elindulhatott a könyvtármozi szolgáltatás 2021-ben ezeken a kis településeken is. Ugyanebben az évben indult el a KSR keretében a könyvtármozi felújítások, köztük könyvtármozis településeknek a felújítása is. Itt most pár fényképet fogok beemelni. Aki ott volt 2021-ben a szakmai konferencián, Szentpéterfán láthatta a felújított könyvtárat. Erről most egy pár fényképet itt láthatunk. De itt van például Kád, vagy akár Velem, vagy akár Ostfiasszonyfa is. 2021-ben ott volt a könyvtármozi konferencia Szombathelyen. Egy nagyon izgalmas konferencia volt szerintem, nem csak a sör látogat, vagy a sörkészítő mester látogatása miatt, hanem tényleg próbáltuk azokat a dolgokat bemutatni Vas megyében, hiszen Vas megyének a filmes kultúrája az a 60-es, 70-es évekre visszanyúlik, és próbáltuk azokat az egyedi dolgokat bemutatni, akár az esélyegyenlőségi filmvetítéseket, akár a speciális filmezést, akár a diákokkal való filmkészítést, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis rendezvényen voltunk akkor túl.
2022-ben az a megtiszteltetésért, hogy az Informatikai Könyvtár és Szövetség, illetve a Dunaverzitas Egyesület közös projektjébe vehettem részt. Ha jól emlékszem, 6 vagy 7 voltunk ebbe a 8-an voltunk, köszönöm szépen, 8-an voltunk ebbe a projektbe országosan. Könyvtármozi filmkínálatból tematikus filmajánlókat készíthettünk, és még ez egy ilyen online könyvtármozi füzeteket, aminek a lényege az volt tulajdonképpen, hogy a filmről összeszedett szakmai információkat összegyűjtsük egy helyre, rendezőportrékat, színészportrékat, az érdekességeket, kulisszatitkokat, és hát a beszélgetés a film elé és film után néhány gondolatot, illetve kérdést is felvázoltunk ezekbe az online könyvtármozi füzetekbe, és itt a kis ikonnal most már tulajdonképpen felkerültek ezek a honlapra is, úgyhogy nem csak az alapfilmek, illetve a klassz programot, hanem már ezeket az online könyvtármozis füzeteket is el lehetett készíteni, vagy elkészültek és felkerültek a honlapra. Én a Valahol Európában című filmet választottam, ez volt az egyik, ami számomra nagy kedvenc volt, illetve hát ennek van egy vasmegyei vonatkozása is, ugyanis a filmben a gyerekszereplőket egy vasmegyei népművelő tanította be, Gálferusz József, illetve hát a Körhinta volt, Töröcsik Mari velemi vasmegyei vonatkozása miatt ezeket a filmeket nagy szeretettel dolgoztam fel ilyen szempontból. De a Jutalomutazás, illetve a Feldobott kő volt a másik kettő még. 2022-ben a Sára Sándor filmműhelyen vehettem részt, ez is az X-nek, illetve a Dunaverzitas Egyesületnek, illetve a Lakiteleki Népfőiska Alapítványnak egy közös együttműködése. Ez egy 4 napos továbbképzés volt, én ezen a 4 napos továbbképzésen el kell mondanom, hogy tulajdonképpen újra mondhatni, hogy majdnem, hogy az egyetemen éreztem magamat, hiszen olyan jó filmszakmai ismereteket kaptunk felkért előadóktól, Barázs Béla díjas filmszerkesztőtől, rendezőktől, és tényleg egy nagyszerű napok voltak ezek a Sára Sándor filmműhelyek. Én 2 napot tudtam ott részt venni, ugyanis egy speciális filmes rendezvényre kellett visszautaznom, de erre a speciális filmes rendezvényre még majd vissza fogok térni. Tényleg előadások voltak, filmelemzések, csoportmunkák, szakmai ismeretek átadása, illetve tényleg tapasztalatcsere, úgyhogy egy nagyon-nagyon klassz program volt. Mindig az egyik legfontosabb dolog szerintem az, hogy ha már beszéltünk tudásátadásról, akkor a közösségekről, a filmvetítésekről, akkor a közösségeket is érdemes megemlíteni. A 2 korosztályt tudok kiemelni, az egyik korosztály a nyugdíjas korosztály, a másik pedig a gyerekek. Mindig az volt, akármikor beszéltem a kistelepülési könyvtárak könyvtárosaival, vezetőivel, hogy mindig a legnagyobb probléma az, hogy őket hogyan szólítsák meg, az akár a Covid idején, akár a Covid után, akár az energiaválságos időszakban. Úgyhogy mindig felszoktuk mérni közösen, hogy melyek azok a közösségek, akiknek érdemes könyvtármozi vetítéseket indítani. Az egyik ilyen például a nyugdíjas korosztály. Őket klasszikus magyar filmekkel, vagy az Ízőrzők sorozattal például nagyon be lehet csalogatni a könyvtárba. És hát, illetve hogyha vannak ilyen meglévő közösségek, akkor pedig tematikus filmajánlást szoktam nekik ajánlani, hogy éppen mit érdemes vetíteni. Minden hónapban a könyvtármozis települések kapnak tőlem egy e-mailt, amiben tulajdonképpen a jeles eseményekhez köthető filmeket ajánlok, illetve a filmes aktualitásokat próbálom követni, akár színészek, akár rendezők területén, és ami nagyon-nagyon fontos, hogyha voltak ilyen filmtörténeti előadások, akkor az előadások után mindig ilyen tematikus vetítések indultak a különböző településeken. Kiemelt figyelmet szentelünk a Magyar Filmnapjára és az Országos Könyvtári Napokra is. Pár jó gyakorlatot emelnék ki ebből az időszakból. Az Ízőrző sorozatot az előbb már említettem. Vannak olyan települések, ahol például receptklubok alakultak ki, illetve van olyan település, ahol meg is főzték azt az ételt, ami mondjuk az Ízőrzők sorozatban volt. Úgyhogy filmtörténeti előadásokat említettem, és hát nagyon-nagyon fontos a beszélgetés, az élmények közös feldolgozása, ez pedig a módszertani füzetek segítségével történik. Az egyik leghálásabb közönség szerintem a gyerekek. A gyerekeknél érdemes mindenképp az iskolákkal, illetve az óvodákkal kapcsolatot kialakítani. Tanárokkal való egyeztetés, kapcsolatfelvétel szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogyha a településen van a iskola vagy óvoda.
hiszen akár a kötelező irodalom adaptációit, akár Madarak és fák napján, vagy Vízvilág napján természetfilmeket lehet vetíteni a könyvtárba, magyar népmeséket, és hát buzdítjuk a kollégákat arra, hogyha táborok vannak a településen és a könyvtárba, akkor mindenképp vetítsenek a nyári táborokban, vagy tanítási szünetekben. Itt pedig kiemelt figyelmet szentelünk a Magyar Népmese napjára, illetve a gyereknapra is. A jó gyakorlatok közül párat kiemelnék, az egyik ez a mesekvíz. Sitkén volt egy ilyen előadás, nagyon szerették a gyerekek. Néha például olyan feladat is volt, hogy a film részletnek a hangsávjából kellett a gyerekeknek kitalálni, hogy éppen melyik animációs filmről van szó, vagy akár karakterek, mellékkaraktereknek a bemutatásával. De volt olyan település, ahol például a könyv és a film összehasonlítása is megtörtént. Könyvtári kisfoglalkozások és ismeretterjesztő előadások szintén a gyerekeknek. Az ismeretterjesztő előadások közül az idei évben bevettünk a KSZL programunkba egy olyan programot, hogy hogyan készítsünk kisfilmet. Ez nem is gyakorlati, hanem inkább elméleti előadás, aminek a lényege az, hogy a plánokat, a beállításokat, a kameramozgásokat átbeszéljük, és utána akár egy mobiltelefonnal egy kis jelenetet felveszünk, hiszen a mostani gyerekek zsebében ott van az okostelefon, és sokszor ugye kérdés az, ha már erről beszélgetünk, hogy hogyan is érdemes, mondjuk a videót rögzítünk, hogyan érdemes elfordítani a telefonunkat, hogy az mondjuk egy nagy vásznon jól nézne ki. Aztán, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és talán az egyik egyedisége Vas megyének, a tehetséggondozás közül az a filmkészítő műhely. Ugye Górt már említettem, és hát 2019-ben indul el Górba ez a filmkészítő műhely, és tulajdonképpen itt a fiatalok minden évben filmeket készítenek, és ha megnézzük az első, hogy mondtam, az egy klipnek a szövege alapján készült alkotás, tehát nagyon-nagyon fontos szerepe van itt például az értő olvasás értelme, vagy az olvasás, vagy a szövegnek az értelmezésének. De a Góra kincs nyomába, az pedig egy magyar, hát ilyen bűnügyi film nyomán készült. A kert az alapból Fekete István novellája alapján készült feldolgozás. Hát ez a legutolsó, ez a 2022-es a 7-7 országon is túl, ez pedig mondhatni majdnem, hogy egy ilyen olvasás népszerűsítő kisfilm, és az idejébe is megyek a fiatalokhoz, úgyhogy már izgulok, hogy milyen alkotással fognak készülni. És hát egy másik ilyen filmkészítő műhelyt is kiemeljek, az pedig Karakó. Ők is csatlakoztak a könyvtármozihoz, és a vetítések hatására a helyi fiatalok úgy döntöttek, hogy szeretnének filmeket készíteni. Itt a helytörténeti munkát emelném ki, hiszen az első filmjük az egy helytörténeti alapokon nyugvó alkotás, ahol tulajdonképpen egy helytörténeti munka előzte meg a filmforgatást is. Úgyhogy tényleg elkészült egy ilyen falut bemutató alkotás. Az idei évben, a tavalyi évben náluk egy ilyen fotós nap is volt, ahol fotóztak a fiatalok, illetve hát az idei évben pedig megint szeretnének akár a könyvtármozi hatására szintén filmeket készíteni. A másik specialitás a Vas megyének a tehetséggondozáson belül az esélyegyenlőség, vagy akár a kettőt egymás mellé is tehetjük, hiszen a tavalyi évben már elkezdtük azt, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Romkastély egymi kollégáival, illetve a diákjaival. Itt fogyatékossággal élő fiatal gyerekek, iskolás gyerekek élnek, és filmeket vetítünk nekik a Rumi könyvtárba. Itt az utolsó két alkalomról van egy kép. Ezen az utolsó két alkalmon körülbelül egy 60-70-en gyűltek össze. Itt is van egy kis játékos felvezetés a film elején, vagy bemutatás, és a végén pedig tényleg egy ilyen játékos levezetés a fiatalokkal. A Romkastély egymit egy picikét még azért is emelném ki, mert a könyvtárunk az esélyegyenlőségre kiemelt figyelmet fordít, és hát itt látni, hogy volt például nálunk filmforgatás is, itt a Berzsény Dániel könyvtárban, szintén a Romkastély egymi diákjaival, vagy akár könyvtárlátogatás, vagy az elkészült fotóiknak a fotókiállítása, rajzpályázat, illetve hát nagyon nagy és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Speciális Mozgókép Egyesülettel,
Ez az egyesület pedig tulajdonképpen összetömöríti az országos, hát hogy is mondjam, pszichiátriai betegalkotókat, csoportokat, illetve a fogyatékossággal élő alkotókat és csoportokat. És minden évben, szeptemberben van egy olyan napunk, ahol ezeknek az alkotóknak a filmjeit levetítjük a Berzsenyi Dániel könyvtárba, és nem csak levetítjük, hanem ők beszélgetnek erről ezekről a forgatásokról, és egy ilyen rendezvény miatt jöttem el akkor a Sára Sándor filmműhelyről, úgyhogy kettő együtt szerintem így ki is egészíti egymást. Nagyszerű élmény szerintem azt átélni, hogy a fogyatékossággal élő speciális alkotók saját maguk mesélnek a filmjeikről, és körülbelül egy ilyen 70-80-an vagy néha még 100-an is összegyűlünk egy ilyen rendezvény során. Úgyhogy amit még kiemelnék tényleg a könyvtárunknak, illetve a Romkastély együttműködését, és utána gyorsan be is fejezem. Szerintem ez a kép mindent elmond itt, de itt is volt integrált fotózás, illetve filmkészítés a diákokkal. Ez csak így, akkor nem sorolom fel, hogy mit is fejleszt a film, ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. Akár a nyelvi képességeket kiemelhetném, az olvasást, az olvasási kedv felébresztése, az olvasási készségnek a fejlesztése, az értő és értelmező olvasás fejlesztése, kognitív képességem belül például a vizuális látásmód, a kreativitás, figyelemfejlesztése, emlékezetfejlesztése, akár a filmnézés, akár a filmkészítés, illetve hát itt például a szociális érzelmi terület fejlesztése, a motoros képességek fejlesztése, és amire pedig nagyon büszkék vagyunk, ez a tavalyi év adata, hogy 43 településen 403 filmvetítésünk volt, és közel 6000 fő vett részt ezeken a könyvtárhozis vetítéseken. Itt a toplistát lehet látni, szerintem ez nem újdonság, nagyjából ezek a klasszikus filmek mindenhol megtalálhatók, illetve az animációs sorozatok, illetve itt is néhány közösséget emelnék, csak így ki fénykép erejéig, pár fénykép erejéig. És nagyon-nagyon fontos majd azt még kiemelnem, hogy tényleg így a magyar filmkultúra népszerűsítése, a magyar filmek vetítése, illetve a közösségteremtés, a tudásátadás, illetve az esélyegyenlőség mentén próbáljuk ezeket a könyvtárhozis programjainkat is tervezni és szervezni. És nagyon fontos az, hogy ez például velem, mert itt van egy ilyen kis páholy. És Hegyfalut azért emelném ki, mert nagyon, ez az utolsó gondolat, amivel szeretném befejezni, hogy nagyon-nagyon sok minden múlik az adott kistelepülési könyvtároson, hiszen Hegyfalu az a kezdetekből ott volt már a könyvtármozinál, aztán egy olyan könyvtáros került a könyvtárba, akinél a könyvtármozi szolgáltatás teljes mértékben háttérbe szorult. Most viszont újra elindult a könyvtármozi szolgáltatás Hegyfalun, és nagyon jó kapcsolatot ápol a kolléga az ottani óvodásokkal, illetve az iskolásokkal is, úgyhogy ilyen 20-30 fős vetítések vannak a település könyvtárában. És köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet!